Magyarország nyert egy sikeres edzőt labdarúgó szövetségi kapitánynak Marko Rossi személyében, míg a Csolló közé felvédéki magyarság klubja a Dunaszerrei Dac veszítette egy sikeres trénert a kispadon, miközben a klub adott VB résztvevő játékost is, német Krisztián sportigazgatóval a két forró témáról beszélgetünk. Szia, jó reggelt! Én, ezzel az esetőséggel, Rossi távozásával én azt gondolom, hogy e, nektek e, már egy ideje számolni kellett, hogyha arra gondolunk, hogy fél évvel ezelőtt, amikor Zsors Lékensz lett a magyar szövetségi kapitány, már akkor forgott rossz neve erre a pozícióra. Vagyis számoltatok vele, nem? Hát én azt mondanám, hogy az éremnek két oldala van. Az érem egyik oldala az, hogy nagyon büszkék vagyunk rá, és nagy megtiszteltetés, hogy a DASZ fog érkezni a magyar Nemzeti 11 kapitánya és természetesen sok sikert kívánunk neki, bízunk benne, hogy a Nemzeti 11-nek sikerül kiharcolni az Európa Bajnokságon való szereplést, és tényleg focilázni az Unaszerde helyen is, hasonlóan, mint két éve volt. Az ére másik oldala természetesen az, hogy a tavalyi sikeres szezon után, amikor harmadik ok lettünk a bajnokságban, és kivívtuk az Európa Ligában való szereplést, és múlt héten kisorsolták az Euroliga első fordulóját, valójában a Dynamot Biliszi ellen fogunk játszani. Nem könnyű feladat elé állították a klub vezetőségét ezáltal. Természetesen a klub ebben a, ebben a helyzetben megegyezett Marco Rosszival, hogy még nem találunk megoldást erre a kérdésre, addig ő fogja vezetni a csapatot jelenleg a csapat Ausztriában van edzőtávol, Rozik. Mert Marco rossi Igen, Igen. Marco rossi Egyébként az olasz mester korrekten át az egész kapitány ügyhöz, nyílt kártyákkal játszott, és nektek is időben jelezte, hogy ha ez bekövetkezik, akkor ezt ő élete lehetőségének fogja fel? Igen, a médiákban már szerepelt ez az információ, hogy ez az élete nagy lehetősége, úgy, mint minden régiónkban tevékenykedő edzőnek óriási megtiszteltetés, és talán a legnagyobb kihívás a magyar nemzeti 11-et Vezetni. Természetesen ebben az időpontban találni egy edzőt, aki aki a rohanó vonatra fel, fel tud szállni és sikerre tudja vezetni a Dacot az évszázad mérkőzésén valójában a Tbilisi ellen. Nem egyszerű, de bízok benne és biztos vagyok benne, hogy a klub meg fogja oldani ezt a kérdést. Marco Rosszival egyébként már csak az eredmény miatt is azt gondolom, hogy elégedettek lehettek Világi Oszkárral beszélgettünk itt tulajdonosatokkal, hogy, hogy végül is jól összecsiszolódtatok, mert ugye kezdetben ő panaszkodott a DAC táborra, amely ugye tűzbe ment például az előtt Székely László Csabáért, hogy őt viszont nem akarják igazán befogadni. Később tett sokat és megkedveltette magát, már azt gondolom, hogy a bronzéren maga megkedveltet egy edzőt, de, de emberileg is a most szomorúak, sajnálják az ő távozását? Igen, azt mondhatom, hogy igen, mert egy nagyon sikeres szezon zártunk le, az utolsó fordulóban óriási ünneplés, Fiesta hangulat volt Dunaszerde mikor a csapat kivívta az Európa Liga szereplést, óriási ünneplés volt, úgy, úgy Marco Rossi úgy Világi Oszkárt ünnepelte a több ezres tömeg, úgyhogy úgy, a csúcson fogja valójában abba adni a tevékenysége Dunaszerdehelyen Rossi. Természetesen, de nekünk megoldást kell találnunk. Ad abszurdum még az is elképzelhető, hogy ezt a negyed század után újra eljövő nemzetközi szereplést, amit az évszázad meccsének nevezték miliszi kell menni. Világi Oszkár szeretett volna egy közelebbi ellenfelet, nagyot kell utaznotok. De hogy ad abszurdum még az is lehetséges, hogy ebben a párharcban ő marad a kis padon? Hát igen, előfordulhat ez, ez a verzió, jelenleg a status quo ez, hogy ő marad a... a tehát fizikával. ő marad az Európa Légában is, igen. hiszen mint tudjuk neki majd az igazi munka szeptemberbe kezdődik a magyar válogatottnál. Tehát még van egy olyan határidő, a végső határidő, ameddig nektek megoldást kell találni, mert hiszen fizikailag rosszinak is távoznia kell majd. Igen, természetesen folynak tárgyalások és egyeztetések edzőkkel, de jelenleg az alap, a status quo az, hogy Rossi vezeti a csapatot. Természetesen ezen a héten is, holnap előkészületi mérkőzést játszunk a bajnok videóton ellen, és szombaton pedig egy népünnepé lesz Duna ez Ez, ez úton is szeretnék meghívni mindenkit. A Fradi ellen játszunk, biztos vagyok benne, hogy nagyon több telt ezer ember előtt, előtt fogjuk fogadni a Fradit, és tényleg ünnepelni fogjuk együtt a, együtt a focit kül, közösen. Melyek azok a tulajdonságai, szakmai, emberi tulajdonságai Márko Rosszinak szerinted, testközelből is látva őt és együtt dolgozva vele, amelyek ilyen sikeres edzővé tették úgy a Honvédnál, mint nálatok is? A véleményem szerint az, hogy kompromisszumok nélkül végviszi az akaratát, gyorsan elemzi a játékosok erős gyenge oldalait, és összetud rakni egy hatékony csapatot viszonylag gyors idő alatt, és a kieső játékosokat gyorsan tudja pótolni, és hatékonyan tudja pótolni. És erre úgy gondolom, hogy nagy szükség lesz a Nemzeti Tizenetben. A Magyar válogatottnál. is. Tehát tisztában van, hogy ki mire alkalmas, uh, hozott anyagból dolgozik, nem álmodozni kezd, és uh, a rendelkezésre álló alapanyagot meg viszonylag gyorsan tudja hatékony taktikával egybegyúrni, azt igen. mondod. Akkor valószínűleg most ez éppen egy neki való feladat. Hát, még, még ha ez nektek az egyik szemetek sír is emiatt. Um, Mióta keresitek, és hol tartotok a lehetséges utód keresésében? Megjelentek nevek, megjelentek hírek, úgy szlovák szakember Norbert Löncsár, mint Igor Vukomanovics, Pintér Attila. Hol, hol tartotok a keresgélésben és a tárgyalásokban? Hát valójában az intenzív keresés múlt kedden kezdődött el, mikor véglegesé vált ez a döntés, úgyhogy nem szeretnék belemenni részletekbe, de több edzővel felvette a kapcsolatot a vezetésünk, úgyhogy... Ne zárjuk ki azt, hogy, hogy szlovák trénere lesz adasznak? Azt se zárjuk ki, hogy magyarországi magyar trénere lehet adasznak? Hát egyenlőre mi nem szeretnénk kizárni egyik verziót hát, sem. Egyik verziót se zárjuk ki, de azt mondják, hogy milyen karakterű edzőt kerestek, szóval milyen stílus, tudás és mentalitás kell most Rossi után a dachoz szerinted? Hát nagyon gyorsan kell majd átvenni a csapatot, és és nagyon magasan van a léz. Mi a bajnokságban is jól végeztünk, és európai porondra lépünk ki. Nagyon gyorsan kell az edzőnek majd megismerni a játékosokat, és, és biztos vagyok benne, hogy egy ideig alkalmazkodnia kell majd a stílushoz, amit még, amit még rossz alatt játszott a csapat, és fokozatosan kell majd esetleg a saját, saját arcára formálnia. De mindenképpen egy olyan edzőt szeretnénk, aki támadó focit játszik, aki harcias csapat, szervezett csapatot fog összerakni, és újabb sikereket fog elérni vele idén, és úgy, mint tavaly rossz jól. Az nem fordult meg a fejetekben, mint ahogy az már előállt a, a múltban is, van itt egy klubhűség a személyedben, hogy ideiglenesen te vegyed át a csapat irányítását? Ez hát jelen esetben nem fordult meg. Tehát itt nem, 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 nem egészséges keverni a pozíciókat, nem, igaz? Nem. Tehát nem, nem, nem akartál beugró lenni ebben a helyzetben? Nem, jelenleg akadémián rengeteg feladatunk van, mert azt is szeretnénk olyan színvonalra felhozni, hogy ö, tényleg saját nevelésű játékosok tudjanak bekerülni a csapatba, úgyhogy rengeteg munkánk van a akadémián jelenleg. Ilyen ö, átmeneti helyzetben ö, kellemes okból született, de kellemetlen helyzet. Hogyan lehet a csapat erősítésén ö, dolgozni? Hát a klub filozófiáján nem fogunk változtatni, úgyhogy elsősorban fiatal játékosok fognak érkezni, ami azt jelenti, hogy 23 év alatti játékosok. Természetesen sok időnk nincsen, mert 12-én kezdjük otthon az Euroligát a, a Tbilisi ellen, úgyhogy valamilyen szinten szorít az idő, de ami fontos, hogy a kulcsjátékosok egyenlőre, úgy Satka, Pacsinda, Davis, a válogatott játékosaink maradna, maradtak egyenlőre, úgyhogy... Biztos vagyok benne, hogy ezt a Euróligát annak a csapatnak kell elkezdeni, aki valójában befejezte a szezont. A változások közepette, mert vannak olyan magyar játékosok, akik viszont távoznak. Mi a helyzet Vida Krisztofferrel? Neki egyre nagyobb esélye lesz bekerülni a magyar válogatottba? Krisztoffer nagyon sokat fejlődött, azt mondhatnám az utolsó évben is döntő gólokat rúgott a végjátékban, úgyhogy Rossi biztos ismeri őt, úgyhogy Úgyhogy biztos figyelemmel fogja kísérni, és lehet, hogy esélyt fog neki adni. A Tbilisi elleni párharcban hogyan látod, látjátok az esélyeket? Hát természetesen nincs nagy tapasztalatunk az Euroligával, a klubnak egészében. 25 éve nem játszottad dac, európai, európai, európai mérkőzést, valójában tétmérkőzést, úgyhogy valamilyen szinten alázattal szerényen indulunk az Európa-liga szereplésben, de, de úgy érezzük, hogyha azt a teljesítményt tudnánk nyújtani, amit a, amit a tavasszal, akkor van esélyünk a ellen is. Jövőre a bajnokságban lehet följebb tenni a lécet? Új edzővel? Hát jelenleg úgy érzem, hogy a harmadik helyen a csapat csapata maximumot kiosztta magából. Úgyhogy hosszú távon terveink az, hogy és a klub tulajdonosnak az, az az álma és a közös álmunk, hogy bajnok legyen a dac, de a következő szezonban újra cél az első hat, fokozatosan lépésről szeretnénk menni előre, és utána természetesen megcélozni az Európa Liga szereplést. Ezekben a nehéz napokban, Krisztián, van időd VB nézésre? Hát megmondom őszintén, hogy, hogy, hogy igyekszem figyelemmel kísérni, de minden mert minden meccset nem tudsz azért nem előző. tudok természetesen. Ahogy ezt mondtad, marad is nálatok, meg ott volt a panamai keretben légiósatok Erik Davis, és már csak miatta is kiknek szurkolsz? Hát természetesen szurkolok Davisnek. Hát nincs könnyű dolga szegénynek a Panama mezében szerepelni, jelenleg úgy az angolok, úgy a belgák ellen hát, hát nagyon komoly ellenfelekkel találkozik de én amúgy a nevem kötelez úgy, hogy én német szurkoló vagyok. Te német szurkoló vagy, és ellentmondásos eddig, vagy felemás a kép a német válogatottról. Sokan elkezdtek lenyíngetni az első meccs után, hogy ez a garnitúra, ez már korán sem olyan erős, meg elhivatott, mint a négy évvel ezelőtti, meg a nyolc évvel ezelőtti volt. ez hogy látod? Hát ezt a német csapatról felelőtlenség kijelenteni, ezt láttuk tavaly, tavaly a konferenciációs kupán, úgy a 21 es vb n úgy az a csapatuk hihetetlen játékosokból állak, akik egy, elsősorban ez a győztes mentalitás minden krízis helyzeten átvezet. Láttuk ezt a e, krószabadrúgásánál, ahogy magára vált a felelősséget és eldöntötte. -i fantasztikus csapat, és megvan esélyük akár a végső győzelemre is. ez, a mentális erő, meg ez a tradíció, ez a aranyéremre ugyanúgy esélyesé teszi őket. Kár volna legyinteni rájuk, vagy temetni őket. Vannak-e szakmai tanulságok eddig abban, amit láttál? Szóval Oroszország mutat-e valamilyen irányt a nemzetközi fociban most? Hát, ami nagyon érdekes, hogy egyre kiegyenlítődött a, a, a mezőny, és tényleg szűkül a a különbség a közép és a top csapatok között, úgyhogy nagyon szervezettek a csapatok, és erről nagyon jó fel vannak készítve a csapatok, és egyre kevesebb úgy látom az, aki, az, a sztár, aki fölé tud emelkedni ennek a ennek az nemzetközi színvonalnak, úgyhogy azok a csapatok fogják megnyerni véleményem szerint a VB-t, akik, akikben lesz ez a sztár, aki aki fel fogja vállalni ezt a felelősséget, aki el fogja tudni dönteni ezeket a mérkőzéseket, aki ezt a extra pluszot hozzá tudja majd a Ronaldók, a Toni és a, a nehéz helyzetekben jó döntést hozó extra teljesítménymutató mutató játékosok fognak világoságot eldönteni. Én gondolom. Nektek minden esetre akkor a legfontosabb közvetlen célhoz sok sikert, hajrá a Tbilisi ellen, jó felkészülést, és hát jó keresést akkor az edzőutódásban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.